köszöntöm Önöket a Debreceni Lózsa György Általános Iskolában. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődnek intézményünk iránt. Intézményünk 1968-ban nyitotta meg kapuit, azóta neveljük, oktatjuk a ránk bízott gyermekeket. Pillanatnyilag két párhuzamos osztályban folyik az oktatás-nevelés. Az utóbbi években több kihívás elé is állított bennünket az élet, illetve nem is kihívásnak, én lehetőségnek fogalmaznám meg tulajdonképpen. Az egyik kihívás 5 évvel ezelőtt ért bennünket, amikor is az a megtiszteltetés érte intézményünket, hogy német-magyar kéttanítási nyelvű osztályt indíthattunk be. Ezzel elárultam, hogy az egyik osztályunk német-magyar kéttanítási nyelvű osztály, ami azt jelenti, jogszabályban meghatározott módon, hogy a gyermekeknek minden nap van német órájuk, ezen kívül alsó és felső tagozatban is még 3 tantárgyat idegen nyelven oktatunk, nevezetesen német nyelven oktatunk a számukra. Alsó tagozatban ezek a készségtárgyak, tehát a rajz, a testnevelés és a technika, felső tagozatban pedig természetismeret, matematika, történelem és az úgynevezett célnyelvi civilizáció, amikről is az anyanyelvű országoknak a kultúrájával ismerkednek meg a gyermekek. A másik kihívás 1 évvel ezelőtt talált meg bennünket, ennek is nagyon-nagyon örülünk, nevezetesen a inkluzív nevelés bevezetésére kértek fel bennünket, és mi ennek nagyon nagy örömmel eleget is tettünk. Az inkluzív nevelés azt jelenti, hogy az integrálhatóan nevelhető esenyis tanulókat nagyon nagy örömmel és szeretettel fogadjuk. Az inkluzív osztályunk viszonylag alacsony létszámú, 23 fővel indul. A német-magyar kéttanítási nyelvű osztályunk tapasztalat szerint nagyon nagy érdeklődésre tart számot, ezért szinte minden évben 32 fővel indult az osztály. Tehát ez az a két osztály, amivel nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel várjuk a gyermekeinket. Láttok itt 12 Mikulás csomagot, amelyek feladatokat rejtenek. Választunk egyet és oldjuk meg. Gyerekek! Egy tapsolás, egy tapantás, és fölmegyünk egészen 6-ig. Rajta!
How many little birds sitting on the wall? Okay, can you remember? Okay, two little dicky birds sitting on the wall. My name is Peter, my name is Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Intézményükről még azt szeretném elmondani, hogy ebben a naptári évben teljes körű energetikai felújításon esett át, ami ugye kívülről látható, nagyon szép, modern, tiszta, letisztult megjelenést kölcsönöz az épületnek, amit ebben az évben nagy örömünkre a Debreceni Tankerületi Központ támogatásával belső felújítással is kiegészítettünk, ami azt jelenti, hogy minden tantermünk teljes körűen fel van újítva. Úgyhogy ebbe az esztétikus környezetbe várjuk nagyon nagy szeretettel az önök csemetéit. Alapvetően nyitott szülők, nyitott gyermekeit várjuk, akik kíváncsiak, akik szeretnének tanulni, akik szeretnének megtanulni, írni, olvasni, számolni. Ugye ez az alsó tagozatnak a legnagyobb feladata. Mindenki lehajtja a fejét, csak a legutolsó gyerekek néznek rám, de a legutolsó gyerekek rám néznek. Mutatok egy számot, jegyezd meg. Azt a számot mutatom, figyelj, hogy... Vendel. Boti, nézz ide! Boti, megvan a szám? Jó, felemelheted a fejedet. Következőt kérem, az utolsó emberek fogják meg az előttük levőnek annyi ujját, ahányat mutattam, és ezt add tovább, add tovább, add tovább. Mehet a játéket, hátra a kezedet. Annyi ujját fogd meg, amennyit én mutattam. Aki megkapta, már így emelése kezét. Ha az első megkapta. Még nem utasd, hogy mennyit kaptál. Mindenki megkapta. Mutasd, hányat kaptál. Nagyon ügyes. Én is a kettőt mutatom. Szám királynak az ötös tettem a fejére. Jól jegyezd meg, hogy most ötös a számunk. És kihívom, azt mondja, hogy... Ennyi, gyere. Előbb mondd a számot, és csak ha már mondtad a számot, utána mutass rá valamelyik asztalra. Jó? Tehát pedig úgy egészíts ki a mondatát, hogy öt legyen a vége. Na, Emi. Öt meg. Nulla. Három meg. De képzeljétek el, itt a esti fáradtságomban van, amelyik rossz. Van, amelyiket elrontottam. Az a feladatom, hogy csak oda tegyen a csoport minden tagja egy-egy csipeszt, amelyik jó. Na, dugjátok össze a buksitokat, és tényleg a jókat megcsipeszteljük. Sajnos a személyes találkozóra nincsen lehetőség. Mindent online bonyolítunk le, így aztán szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy természetesen lesz olyan online lehetőség december 7-én és december 14-én, amikor is 17 órától egy
online tájékoztatót, vagy online szülői értekezletet tartok az érdeklődő szülők számára, mert én tudom, mert nekem is van 3 gyerekem, tudom, hogy mennyire izgalmas dolog, amikor a gyerek iskolába készül, és az emberben számtalan kérdés fogalmazódik meg, és így megnyugtatóan fel tudják majd tenni ezeket a kérdéseket, és én remélhetőleg megnyugtatóan válaszolni is fog rá. Na nézzétek, amit játszok veled! És ami gyülekeznek a felhők, esik az eső, kopog a jég, törög az ég, villámlik a csapat, kis Na látod, hogy ma jól van, mi lesz a témánk? Olvassak el, Lili? Földünk, hazánk, lakóhelyünk. Földünk, hazánk, lakóhelyünk. Az első feladatotok, csoportban fogtok dolgozni. Ugye ismeritek az 5 sorost, ismeritek az 5 bőrzét, és ismeritek a fűtábrát, jól tudom? Jó. Akkor mindenkinek fogok adni egyet, ugye fűtábra. De mindjárt még meg is beszéljük. Tehát fűtábra, 5 soros. Mit fogunk csinálni ezt ötletbőrzét? A következő feladatnál látod, hogy nem adtam meg egyetlen egy szárnyegyet sem, csak is a helyi értékeket. Most egy kicsit máshogy dolgozunk, számfeltyákat láttok a táblán. Szeretném, ha elhelyeznénk úgy ezeket a szárnyegyeket az írásbeli kivonásban, hogy az 1-es, 10-es és 100-as helyi értéken legyen 10-es átlépés. Na, kivállalná már gyerek, hogy számot helyez fel. Bármelyiket. Tehát az a lényeg, hogy 1-es, 10-es, 100-as helyértéken legyen 10-es átlépés. Jó, köszönjük. Egyet következő, gyorsan. Ki nem volt még? Adi a gyere. Adi gyere. Lehet gondolkodni, hogy mikor tennél, tehát legyen 10-es átlépés. Lehet, tehát a kisebbítendőt és a kivonandót is magadhatod. Most bármelyiket. Sokszor föl szokott merülni az a kérdés, hogy kell-e a gyereknek írni, olvasni, tudni, hogy általános iskolás legyen. Hát szeretném önöket megnyugtatni, hogy a gyereknek nem kell tudni írni és olvasni, hiszen ez a tanítónéniknek a feladata, hogy megtanítsák őket írni és olvasni és számolni, és nekik ez a szakmájuk, és ők nagyon szeretik együtt átélni azt a csodát, amikor egy-egy betűből, egy-két betűből összeállnak a szavak, összeáll a szöveg, összeáll az olvasnivaló. Gyerekek, az ABC rendet gyakoroltuk, azt fogjuk most is a mai órán egy picit még gyakorolni, úgyhogy szeretném, hogyha elmondanánk az ABC-t először, a magánhangzóknál tapsolunk, a mással hangzóknál pedig dobantunk a lábunkkal. Készüljünk elő. Rajta. Számok lejegyzésének szabályszerűségeit is vételjük át. Megkérem szépen az arab számok kardvezérét, hogy érkezzen ide a szőnyegre, és megkérem a római számok kardvezérét, hogy szintén érkezzen meg hozzánk. Szőnyeg szélére sárcok, és már is lehet hívni a katonákat. Név szerint szólítsátok a katonáitokat. Zsolt, Ágost, Ági, Pári, Petra, Anna, Alexa, Sufi, Anna, Rebeka, Gábor, Lánti. Nagyon nagy baj történt Manó földön, Télapónál, Manó gyárból.
elrabolták Lila Manót. Tudjátok, Lila Manó mindig bajba került. Segítenetek kell kinyomozni Sherlock Holmesok, kisnyomozók, Watsonok nyomozásra fel. Mondom, hogy mi lesz a feladatotok. Lila Manó itt lehúl a dobozában. Egy négyjegyű kóddal lehet kinyitni ezt a dobozt. Az első kódot kihúzod a kis poharunkból, a varázspálcát, mondom, mi lesz az első kód. Megvilágítom a titkos lámpámmal. Az első kód a lila színű pálcikán található. Számolj ki! Ha kiszámoltad, írd föl, vedd ki a pálcikádat, és írd föl az eredményt, jó nagyjat, mert tudod, már a manók öregek, és nem biztos, hogy látják. Balázs is segít a kiszámolásban. Irányú, barátokat, és... illetve a honlapunkon fognak majd találni bemutatkozó kisfilmet is, hogy amennyiben már személyesen nincs is lehetőségük bejönni az intézménybe, mégis láthassák és ne csak elképzeljék azt, hogy milyen munka folyik itt. Tehát igyekeztünk egy virtuális sétát is felvenni az önök számára, illetve lesz minden alsó tagozatos osztályban egy-egy 5-10 perces kis óra részlet is, amit ajánlok a figyelmükbe. Itt megnézhetik a pedagógus tanuló viszonyt, illetve a pedagógusoknak a stílusát, láthatják őket munka közben, és így ezen a módon próbáljuk önöket egy kicsit bevonni ebbe az életbe, a mi iskolai életünkbe. Közösen hozzon a találós kérdést, és találjuk ki, hogy mi is lehet ez. Közösen hangosan rajta! Kétezörös, mint a tűz, nyula az szívesen űz, lopos a harka, eszes ő a... Na ő a... Csongi? Róka. Így van, nagyon ügyesen kitaláltam, ő a róka. Na nézzük meg még egyszer ezt a találós kérdést, és keressük ki
tulajdonságaid? Milyen tulajdonságok vannak a találós kérdésben? Balázs? Vörös. Vörös, aztán Máté. Nyulakat szívesen ülsz. Így van, ügyes vagy, nyulakat szívesen ülsz. Kira? Lompos a farka. Lompos a farka, így van, és van még? Eszes. Így van, eszes. Na, ezek közül a tulajdonságok közül, hogyha eljönne ide ez a róka hozzánk matematika órára, melyikre lenne szüksége? Ajaj, nagyon szép volt, de egy picit az ötlet azért emeljük meg, jó? Szabi. Jó, szuper. Na, akkor azt mondja. Melegítsük be magunkat szerintem egy kis óra, egy kis táncsal, oké? Okay? Jó. Azt mondja, nézzünk egy kis rock'n'rollt. Az jó! Na. Figyelj! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Forrunk egyet, hogy? Még egyet. Föladom, hogy? És... Ezen kívül majd még januárban, februárban, amikor önök a jelentkezési lapjaikat leadják az óvodába, és mi majd látjuk, hogy a német-magyar két tanítási nyelvű képzés iránt mekkora az érdeklődés, szoktunk egy ilyen kis személyes 5 perces kis bemutatkozót is szervezni, ahol önök is és a gyermekeik is természetesen részt vehetnek. Sőt, fontos is, hogy a gyerkőc is ott legyen. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezt is csak online módon fogjuk tudni megtenni, de higgyék el, hogy én lennék a legboldogabb, hogyha ismét kitárhatnánk a kapuinkat a gyerekek, illetve önök előtt, és az irodámban fogadhatnám önöket erre a kis 5 perces kis ismerkedésre. Rendszeresen figyeljük ugye mi is a kormány határozatait, és annak megfelelően fogunk majd ezen esetleg módosítani. Tehát most a jelen pillanatban úgy néz ki, hogy online ismerkedés lesz. Amennyiben ez a 2020-as MÚS elvonul a fejünk fölül, és ismét visszatérhet minden a normális kerékvágásba, akkor pedig nagyon nagy szeretettel, szívesen fogadom önöket az irodámban, ahol további lehetőség lesz arra, hogy megismerkedhessünk.
témakörrel fogunk foglalkozni, ez a téli ünnepkör. A téli ünnepkörrel kapcsolatban egy olyan feladatot hoztam elsőre nektek, amit ismertek már, ez egy látótérnövelő feladat. El fognak tűnni és meg fognak jelenni szavak, mondatok, amiket fel fogunk olvasni hangosan. Jó? Mutatom az elsőt. Mondjuk ki. Ó! Mondjuk ki. Esik a hó! Télen esik a hó! Téli napon esik a hó. Egy hideg téli napon esik a hó. Utolsó mondatom. Egy hideg téli napon szépen esik a hó. Oké, de ez veszél prima. Na, így szállja majd a koffelbe is hív. Házházekom! Guten Tag, Kinder! Guten Tag, Házházek! Ich habe meine Freunde mitgebracht. Wer ist das? Wer ist das? Die Katze. Ja, die Katze. Wir erzählen Punkt, Punkt, Komma, Strich Gedicht, ja? Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Morgensing. Und zwei spitze Ohren, Sonne siehe Bohnen. Ritze, Ratze, Ritze, Ratze, fertig ist die Mietzekatze. Ennyivel szeretettem volna önöknek megkönnyíteni, vagy megnehezíteni az iskolaválasztást, és bízom abban, hogy önök a legeslegjobb döntést, egy nagyon bölcs döntést fognak hozni, és remélem, hogy hamarosan nem csak így személytelenül kamerán keresztül, hanem személyesen is találkozhatunk. Ami azt jelenti, hogy nálunk mindig nyitva van az iskola kapuja, az én irodám is mindig nyitva van. Úgyhogy ahogy említettem, nyitott iskola várja nyitott szülők, nyitott gyermekeit. A döntéshez sok sikert kívánok, és mindenek előtt mindenkinek, akik az önök környezetében vannak, a legeslegjobb egészséget, viszontlátásra. Yeah.
következő. Nézzünk egy kis viszonygyakorlatot, jó? Azt mondja, milyen ügyesen tudtok visszhangozni. Azt mondja. Ha-hó! Ha-hó! Ha-li-hó! Ha-li-hó! Hol-lá-li-hó! Hol-lá-li-hó! Hey-hó! Hey-hó! Tíz kicsi réged! Tíz kicsi réged! Egy húzentróger! Egy húzentróger! Egy dalt énekeltek! Egy dalt énekeltek! A dal így szólt! A dal így szólt! Amáza-máza-máza Amáza-máza-máza A dal túl unalmas volt Hát énekeljük operáson Tíz kicsi réged Volt. A dal túl repes volt. Így hát most befejezzem.